Előbb beszéltem a barátommal, és azt mondta, hogy hát a szenvedés kertjében mindenki egyedül kell bemenjen, ott mindenki egyedül lesz, mindenki más aludni fog, és így adta Isten, hogy mindenki más aludjon, azért, hogy senkire ne támaszkodjunk, aki ébren van. Én örvendek annak, hogy az én barátom Levente, vagy Levike, vagy akármelyik ébren van. Viszont én nem támaszkodhatok az ő ébrenlétére, mert ahhoz, hogy én teljes mértékben éber lehessek az Atyában, a Krisztusban, szükséges, hogy én egymagamban is éber legyek, akkor is, amikor nincsen senki más, aki ébren lehet, sem János, sem Péter, sem András, sem Levike, sem Kinga, senki más. Tehát a szenvedés kertjében az utolsó néhány lépést azt mindenki egymaga teszi meg az élő Isten jelenlétében. János evangéliuma, 18. fejezet. Mikor ezeket mondta vala Jézus, kiméne az ő tanítványaival együtt, túl a Kedron patakán, ahol egy kert vala, amelybe bemenének ő és az ő tanítványai. Ismeré pedig azt a helyet Júdás is, aki őt elárulja vala, mivel hogy gyakorta ott gyűlt egybe Jézus az ő tanítványaival. Júdás azért magához vevén a katonai csapatot és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat, oda méne fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Csupán egy néhány szóra állnék meg itten, hogy ismeri azt a helyet Júdás is, ismerte azt a helyet a test is, ismerte azt a helyet az agy is, ismerte azt a helyet Jézusnak a teste is, hozzászokott ahhoz a helyhez. Jézusnak a teste, az a test, amiben ő is beleszületett, ugye, mert ő is bűnné lett, értünk, ő is magára öltötte a bűntestét, hogy hozzánk bűnösökhöz, akik testben meg voltunk ragadva, testi módon szóljon. Tehát Jézusnak nem csupán a lelke, nem csupán az atya lelke ismerte azt a helyet, hanem már az agy is hozzászokott, és ugye erről sokat beszéltünk, hogy az Antikrisztus úgy igazából ismeri a Krisztust. Sőt, az Antikrisztus kísértetiesen hasonlít a Krisztusra, mivel hogy az Antikrisztus agyban ismeri az Isten igazságát, a mesterséges intelligencia, az is ismeri az Isten igazságát agyban, el van szépen raktározva a lenti felhőben, ugye. És így ez jön nekem, ezt adja mindenható Isten erre, hogy a Júdás, mert ugye Júdás az lehetett egy személy nyilván, aki elárulta őt fizikailag, ugye elment és elmondta a papoknak, hogy hol van Jézus, de ugyanakkor tudjuk jól, hogy a mi Júdásunk az a hozzánk legközelebb álló személy, aki minket meg tud kísérteni, mint ahogy én kaptam éjszaka álomban, hogy a kedves barátom miatt én szinte én is oda vesztem, ugye, mert én ráfigyeltem. És beszéltünk arról, hogy a legnagyobb ellensége Jézusnak nem Júdás volt, hanem Péter, aki a legeslegközelebb állt akkor hozzá, és ő volt az, aki meg tudta őt kísérteni azzal, hogy mester, nem kell, meghalljál, lépjünk le innét, menjünk el innét, ugye? Tehát úgy igazából Jézusnak a Júdása nagyobb mértékben volt Péter, ugye, a tanítvány, akit ő szeretett, és aki először, legelső alkalommal lélek által szólt, Istenből szólt. Mert egy olyan személy, aki közelebb van hozzád, jobban meg tud kísérteni, mint egy olyan, aki távol van tőled, ugye. És arról is beszéltünk, hogy a legnagyobb kísértés Jézus számára nem is Júdás volt, de még csak nem is Péter, hanem az ő testi léte, drága emberek. Mert Jézus nem Péterét és nem is Judásét imádkozott, hogy ja Istenem, hát nem tudom ezt a kísértést legyőzni. Péter engem itt kísérget, nem. Hanem Jézus a maga testét, a testi léte miatt ő is fohászkodott az Úrhoz, és mondta, hogy atyám, vedd el tőlem ezt a poharat, ha nem muszáj, akkor ne igyam ki ezt a poharat, mindazonáltal legyen meg a te akaratod. A legnagyobb kísértés Jézus számára az ő testi léte volt. Tehát azon kívül, hogy az ő legközelebbi barátai aludtak, János aludt, Jakab aludt, és ugye Péter megkísértette őt, Judás elárulta őt, ezen túl, drága emberek, az ő legnagyobb kísértése számára, a legnagyobb kísértés ugyanúgy, mint a számomra is, az én testi létem, amit az ember nem tud
elengedni, mert az ember megszokta. Úgy igazából azt is mondhatnánk, hogy a Getsemáné kert az nem más volt, mint az ő teste volt, ugye. A test, amely ugyanúgy hallotta Isten dicsőségét, ugye, mint a lélek, mint az ő lelke. A test is hallotta, hisz keresztül ment az ő értelmén, az ő agyán. Minden szó, amit mondhatott. Tehát a test is ismerte az Isten szavát, ugye, a Júdás, az ő teste, ő is ismerte. Tudom, hogy kemény szavak ezek, drága emberek, de azt is tudom, hogy aki ezt megértheti, az meg is érti lélek által, hogy miért mondom azt, hogy az a Júdás, oké, okay, az egy személy volt, egy az apostolok közül, de ugyanakkor a legnagyobb kihívás és a legkeményebb, legalatomosabb áruló Jézus számára is, és számomra is, mindannyiunk számára, a mi testi létünk, drága emberek. Júdás azért magához vevén a katonai csapatot és a papi fejedelmektől és a farizeusoktól szolgákat odaméne fáklyákkal, lámpásokkal és fegyverekkel. Jézus azért tudván mindazt, ami rá következendő vala, előre méne és mondta azoknak, kit kerestek. Felelének néki a názareti Jézust. Mondta nékik Jézus, én vagyok. Ott állt pedig ővelük Júdás is, aki elárulta őt. Mikor azért azt mondá nékik, hogy én vagyok, hátra vonulának és földre esének. Érezték Istennek az erejét ottan. Tehát ők katonák is tudták, a katonák is bizonságot tettek arról, hogy ő Isten embere, mert ő erővel és hatalommal, bátorsággal nem félt senkitől és semmitől, drága emberek. Ők érezték Istennek a hatalmát rajta. Azt is érezték, ugyanúgy, ahogy Illés, ő is megölhetné őket, ő is parancsolhatna az Istennek az angyalainak, és megmenekíthetnék őt, és mindenki elpusztulnottan körülte. Hátra vonulának és földre esének, mert érezték a mindenható Istennek a hatalmát. Ezek az emberek. Ismét megkérdezi azért őket, kit kerestek, és azok mondának, a názareti Jézust. Felele Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az. Azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el. Tehát ő parancsolt nekik. Tehát nem ti fogtatok el engemet, hanem én adtam át magamat nektek. Nektek nincs hatalmatok fölöttem. Én akartam, hogy hatalmatok lehessen, hogy engemet elvigyetek, hogy beteljesedjen a mindenható Istennek az akarata. Hatalmas, drága emberek, hatalmas dolog ez. Remélem, hogy hallatszik egyébként. Valaki, hogyha jelez ott a chatten, akkor megköszönném, hogy hallatszik, amit mondok. Szóval a katonák is érezték Istennek a hatalmát, és Jézus parancsol a katonáknak. Tehát hatalommal, mint ahogy mondta, hogy neki lenne hatalma, hogy több tucat angyalt hívjon, hogy megvédjék őt, de nem tette. Tehát hatalma volt a katonák fölött, hatalma volt mindenki fölött, és önként adta át ő magát a szenvedésnek, ezáltal megvívván a végső harcot a testtel, drága emberek, a testtel, a valódi Júdással, a bűntestével. Nem a külső Júdással, mert a külső Júdás az nem volt már kísértés számára, hanem az ő Júdása, ugye az ő testi léte volt a hatalmas kísértés számára. Felele Jézus, mondtam néktek, hogy én vagyok az, azért, ha engem kerestek, ezeket bocsássátok el, hogy beteljesüljön a beszéd, amelyet mondott. Azok közül, akiket nékem adtál, senkit sem vesztettem el. Simon Péter pedig, akinek szabjája vala, kirántá azt, és megüti a főpap szolgáját, és levágá annak jobb fülét, a szolga neve pedig Málkus vala. Ugye, itt láthatjuk azt a kontrasztot, azt a hatalmas távolságot az Isten és az emberi között. Péter itt még nem értette, itt még nem kapta meg a szent lelket. Ő még mindig testből akarta. Jézus azt mondta, hogy távozz tőlem, sátán. Te testből beszélsz, te testből akarsz engemet megvédeni. Te nem gondolsz az atya dolgaira. Te nem gondolsz a lélek dolgaira. Távozz tőlem, sátán. És mégis jött a sátán, ugye Péter által, testi indulattal, és levágta a főpap szolgájának a fülét. Simon Péter pedig, akinek szabjája vala, kirántá azt, és megüti a főpap szolgáját, és levágja annak jobb fülét. A szolga neve pedig Málkus vala. Mondd azért Jézus Péternek, tedd hüvelyébe a te szabjádat, avagy nem kell ki innom a pohárt,
amelyet az atya adott nékem. A csapat azért, és az ezredes, és a zsidók szolgái megfogták Jézust, és megkötözték őt. És vivék őt, hát miért kötözték meg? Hát még ezt is ő engedte meg, pedig érezték, hogy hatalma volt. Az egész már akkor, mekkora színház volt, hogy nekik kellett, hogy ők tudják, hogy jaj, hát ők elvégezték az ő dolgokat, megkötözték a királyt. Noha nem volt hatalmuk, ők ezt érezték, hogy nincsen semmi hatalmuk fölötte. De mégis megkötözték, hogy úgy tűnjön, mintha hatalmuk lenne, mintha a császárnak a hatalmából lett volna az, amit ők cselekedtek, és nem Isten hatalmából. Márpedig az Isten hatalmából volt, és nem a Poncius Pilátus, és nem a Herodes hatalmából, hogy őt megkötözhették, mert a mindenható Istennek volt úgy kedves, hogy megengedje, hogy minden mocskosságot végigművelnek vele, hogy utána aztán megdicsőítse, és megmutassa, hogy az ő szavával ő legyőzte a halált. Amit még szeretnék kiemelni, és ebben a részben nem írja, hogy Jézus megkérdezi Judást, hogy Judás, te csókkal árulsz el engemet. Judás, te csókkal árulsz el engemet. Judás odament és megcsókolta őt. Akit én megcsókolok, ő a názareti Jézus. Így lehet olvasni valamelyik evangéliumban. És Judás így árulta el, drága emberek, az élő Isten fiát, az igazságot, a szent lelket, ugye. És hogyha átvisszük ezt megint ugye a testbe, hogy Júdás, a legfőbb Júdás a te életedben, a te tested, a te testi kívánságot, a testednek a komfortja, a tested szokásai, a tested hagyományai, a tested is tudja, hogy hova szoktál te menni imádkozni, a tested is ismeri Istent, de mégis ellenkezik vele, hogy ő maga az ördög, a sátán, a testi létet, a bűnteste. És hogyha átvisszük ugye Júdást, hogy igen, a legfőbb Judása Jézusnak az ő teste volt, akkor mit tette a test? A test, mint ahogy sokszor megteszi velünk is, hogy megjátsza azt, hogy jaj, hát ő is szereti az evangéliumot, ő is szereti Istent, ő is szereti Istennek a szavát. A test, az agy eljátsza ezt, mert az én elmém is hallja Istennek a szavát, drága emberek. Most az elmém hallja, mivel az elmémen keresztül adja a lélek, ugye, az elmémen keresztül tud eljutni a telefonon keresztül az internetre, ugye. Tehát az elmém is, az én Júdásom is ismeri Istennek a szavát, az igazságot, drága emberek, és megkísért engemet, és néha megjátsza azt, hogy őt is érdekli az igazság, de az én testemet, drága emberek, az én testemben semmi jó nincsen. Az én Júdásomban semmi jó nincsen, az ég ott a világon. Az én testem az igazság ellensége, az én testem a lelkemnek az ellensége, a testem a fenevad, ugye? Ahogy Pál apostol is ezt teljesen nyilvánvalóvá tette egyébként azok számára, akik nem embereken keresztül keresték az igazságot, hanem Isten lelke által. Tehát csókkal, sokszor az agyunk, az elménk csókkal benyal, úgymond, elhiteti veled, hogy őt is érdekli. Tehát jobb, ha az ember tudja, drága emberek. Ahogy mondta Pál apostol is, két ember lakozik bennem, a testi és a lelki. És a kettő harcol egymás ellen, a testi folyton hadakozik a lelki ellen. Tehát hadakozik, és a legkeményebb az, hogy amikor megjátsza ő azt, hogy szereti ő is az igazságot. Tehát csókkal, sokszor csókkal. Nem, a test nem lázad Isten ellen, de akkor teljesen nyilvánvalóan a lázolás, hogyha Isten káromolná. De a test mit csinál a Judás? Csókkal árulja el az igazságot. Ügyelj, mert ezt teszi az elméd, a te elméd is veled. A csapat azért, és az ezredes, és a zsidók szolgái megfogák Jézus, és megkötözték őt, és vivék őt először Annáshoz, mert ipa vala ez Kajafásnak, aki abban az esztendőben főpap vala. Ipa az, azt hiszem, az apósa. Annás ugye Kajafásnak az apósa. Kajafás pedig az vala, aki tanácsolta vala a zsidóknak, hogy jobb, hogy egy ember vesszen el a népért,
Még ugye Kajafás is Istenek az akaratát teljesítette, mert tényleg Isten így akarta, hogy csak egy vesszen el, és hát ha azáltal a többi megmenekül, ugye. Tehát Kajafás is, noha nem jó indulatból, teljesen gonoszságból, ugye, de Istennek az akaratát végezte még Kajafás is. Ezért mondtam azt, hogy, drága emberek, hogy nincs értelme itt lázadozni senki ellen, mert mindenki Isten akaratát végzi. Csak az, ami nem mindegy, hogy az ember melyik oldalon van. Mert az, aki törvényt hirdet, az, aki néha igazságtalan, vagy nem tudom én mit csinál, ugye, a törvénynek a szigorával lesújt az emberekre, ő is Isten akaratát végzi, mert Istennek úgy volt kedves, hogyha mi embereket követünk, akkor tudjuk meg, hogy mit jelent embereket követni, hogy az fájjon nekünk, hogy lássuk meg, hogy azáltal, hogy embereket követünk, elveszünk, kívánjunk hozzáfordulni Isten lelkéhez. Tehát mindenki Isten akaratát cselekedte, Júdás is, Kajafás is. Azt mondta Jézus, hogy szükséges, hogy ez megtörténjen, hogy eláruljanak engemet. De jaj annak, aki által ez megtörténik, annak jobb lett volna, hogyha meg sem születik. És végül Judás, ugye, mint testi ember. Végül, amikor látta, hogy nem tudja megölni a megváltót, mert ugye Istent az igazságot akarta elárulni, de az igazságot nem lehet megölni. Aki az igazság ellen támad, az saját magát öli meg. Júdás az igazság ellen támad, ugye, elárulta az igazságot, és azáltal saját magát ölte meg, felkötte magát, és a belei kifolytak. Simon Péter pedig, és egy a másik tanítvány követi vala Jézust. Ez a tanítvány pedig ismerős vala a főpappal, és beméne Jézussal együtt a főpap udvarába. Péter pedig kívül áll vala az ajtónál. Kiméne azért ama másik tanítvány, aki a főpappal ismerős vala, és szóla az ajtó őrzőnek, és bevivé Pétert. Szóla azért Péterhez az ajtóőrző leány, nem de te is ez ember tanítványai közül való vagy. Mondta ő, nem vagyok, ugye az első megtagadás. A szolgák pedig és a poroszlók ott állnak vala, szítván a tüzet, mivel hogy hűvös vala, és melegszenek vala. Ott áll vala pedig Péter is ővelük együtt, és melegszik vala. A főpap azért kérdezi Jézust az ő tanítványai felől, és az ő tudománya felől, felelnék Jézus. Én nyilván szólottam a világnak, és nem rejtve. Mi is nyilván szólunk, drága meg, nem rejtve. Itt van, atyának, egész nap előadás. Ezt adja az Isten, ezt szóljuk. Nyíltan szóltunk a világnak, nem titkolózva, nem lopakodva, és nem rejtőzködtünk senki elő. Hiába mondták, hogy lehallgatnak, és olvassák az imét. Olvassátok nyugodtan, hát, ha még valaki abból valamit megért, és meg lesz érintve Isten lelke által, és megmenekül. Hogyha ő nyíltan szólt, akkor nekünk is szükséges, hogy nyíltan szóljunk, a háztetőkről kiáltsuk azt, amit este a fülünkbe súg, hangosan, fényes nappal, a háztetőkről kiáltsuk az életszavát, hogy abba belekapaszkodva minél több ember megmenekülhessen. Én nyíltan szólottam a világnak, és mindenkor tanítottam a zsinagógában és a templomban, ahol a zsidók mindenünnen összegyülekeznek, és titkon semmit sem szólottam. Mit kérdez engem? Mit zaklatsz engem? Kérdezd azokat, akik hallották, mit szóltam nékik. Iméjük tudják, amiket nékik szólottam. Mikor pedig ő ezeket mondja vala, egy a poroszlók közül, aki ott áll vala, arcul üti Jézust, mondván, így felelszi a főpapnak. Felele Jézus néki, ha gonoszul szóltam, tégy bizonságot a gonoszságról, ha pedig jól, miért versz engem? Elküldi őt Annás, megkötözve Kajafáshoz, a főpaphoz. Simon Péter pedig ott áll vala, és melegszik vala. Mondának azért néki, nem de te is ennek a tanítványai közül való vagy. Megtagadá ő, és monda, nem vagyok. Én másodszor tagadta meg Péter. A megtagadásnak a jelentése, drága emberek, az, hogy aki áll, az vigyázzon, hogy el ne essen. Egyik ez, a másik az, drága emberek, hogy itt még
Péter és a tanítványok Jézus függők voltak, nem Isten függők, nem Szent Lélek függők, nem Krisztus függők. Ők Jézusra mind a testre támaszkodtak, és ugye ők is még testiek voltak. Nekik is az agyuk már úgymond ismerte az Istent, de a lelkük még nem ismerte teljesen a mindenható Istent. Szükséges volt, hogy Jézus meghaljon és feltámadjon, majd 40 napon keresztül visszajöjjön, vagy talán 50, nem tudom pontosan, visszajön és tanítsa őket. És elmondja, hogy szükséges, hogy ti is megvárjátok, hogy eljön hozzátok a Szentlélek, hogy legyetek önállóak a Szent Lélekben, Istennek a lelkében, megtehetek erővel és hatalommal. Itt Péter még testi volt, az előbb levágta másnak a fülét, itt meg megtagadta Jézust kétszer és háromszor, mert a test nem tud más csinálni, drága emberek, csak megtagadni az igazságot. A lélek és a test veszedelmére. Mondta egy a főpap szolgái közül, rokona annak, akinek a fülét Péter levágta. Nem láttalak én téged ővele együtt a kertbe. Ismét megtagadá azért Péter, és a kakas azonnal megszólala. Vivék azért Jézust Kajafástól a törvényházba. Vala pedig reggel, és ők nem menének be a törvényházba, hogy meg ne fertőztessenek. Lássátok, hogy mit jelent a képmutatás, drága emberek, a vallásos képmutatás, a törvény és a betűtisztelő képmutatás, az a képmutatás, amelyik a lelket teljesen figyelmen kívül hagyja, és a törvényt használja, hogy öldökölje azzal az embertársát, vádoljon, hárítson, vádoljon és ítélje az embertársát, öldökölje az embertársát a törvénnyel. Ők nem mentek be, hogy ugye, hát biztos szombat volt, hogy nehogy, most nem szombat, hanem nem tudom pontosan, nem mentek be a törvényházba. Ja igen, mert nem mentek be a törvényházba, ugye abba a törvényházba, ami feltetőleg a rómaiaké volt. Tehát ők nem mentek be, ugye, mert ők azt hitték, hogy különbek, mint a rómaiak. Közben Jézus azt mondta, hogy nem láttam nagyobb hitet az egész Jeruzsálemben, mint a római századosnak a hite. Ő megmutatta nektek, hogy mi az, hogy hit, mi az, hogy lélek által hinni és cselekedni, és tanúságot tenni a bizalomról, az igazi bizalomról, amiben gyógyulás van és feltámadás a lélek számára. Ezek meg képmutató módon azt gondolták, hogy ők nem lehetnek, nem mehetnek be a pogányok házába. Jézus pedig vádolták, hogy bűnösök és latrok és vámszedők és paráznák barátja, ugye? És Jézus elmondta, hogy halljátok-e az igazság az, hogy én a betegekért jöttem, nem az egészségesekért. Értük jöttem, hogy őket meggyógyítsam. A beteg embernek van szüksége gyógyszerre, doktorra, és nem az egészséges embernek. Kiméne azért Pilátus ő hozzájuk és mondta, micsoda vádat hoztak fel az ez ember ellen, felelének és mondának néki. Ha gonosztevő nem volna ez, nem adtuk volna őt a te kezedbe. Tehát ők valójában ők kívánták, hogy Jézus legyen megölve, meggyilkolva, ők nem tehették meg a törvényük miatt. Az ő törvényük nem engedte, ezért kölcsönvették a pogány embernek a törvényét, hogy az a pogány embernek a törvényével lemészárolhassák a szentet. Uram, irgalmas, nem tudok más mondani. Ezek vagyunk mi emberek. Nehogy valaki azt gondolja, ezek a zsidók. Nem. Ez én vagyok, Attila, az én, a test, a hús és a vér, a képmutató, amely még Isten országát is kizsákmányolná, hogy eléri az ő céljait. És azt mondták, ugye, hogy ha nem volna gonosztevő, akkor nem adtuk volna őt a te kezedbe. Mondd azért nekik Pilátus, vigyétek előt ti, és ítéljétek meg őt a ti törvényeitek szerint. Mondanak azért néki a zsidók, nékünk senkit sem szabad megölnünk. Oly, pedig annyira imádnánk ölni, főképp azt, aki Istentől jött, hogy ne zaklasson minket az ő szavával, és ne szembesítsen minket azzal, hogy mekkora bajban vagyunk, a törvény nevében törvénytelenek vagyunk, és öldököljük egymást. Azt akarjuk, hogy halljon meg minél hamarabb, ne gyötörjön minket az ő szavával, mint ahogy most a két próféta gyötri a világot az ő szavával, valahányszor beszél a Krisztus lelke által. Hogy beteljesedjék Jézus szava, amelyet mondta, amikor jelenti vala, hogy milyen halállal kell majd meghalnia. Ismét beméne azért Pilátus a törvényházba, és szólítja vala Jézust, és mondané ki, te vagy a zsidók királya, felelnék Jézus, magadtól mondod én, te ezt, vagy mások beszélték néked én felőle. Felele Pilátus, avagy zsidó vagyok-e én?
a te néped és a papi fedelmek adtak téged az én kezembe. Mit cselekedtél? Fedele Jézus. Az én országom, kedves Pilátus, nem e világból való. Ha e világból való volna az én országom, az én szolgáim vitézkednének, hogy át ne adassam a zsidóknak, ám de az én országom nem innen való, Pilátus. Ezért nem is akarom megvédeni magamat, és ezt a testet egyáltalán. Mert az én országom nem földi, az én országom nem testi, az én hatalmam nem testi. Noha hatalmam van a test fölött, bármikor letehetem és újra felvehetem azt, az én országom lelki. A test nem használ semmit, a testi hatalom nem használ semmit. A lélek az, ami életet ad, drága emberek. Az én országom, mondja Jézus, és mondhatja vele együtt mindenki, aki hozzátartozik, nem innen való. Mondta azért néki Pilátus, király vagy é, hát te csak ugyan. Felele Jézus, te mondod, hogy én király vagyok. Én azért születtem, és azért jöttem e világra, hogy bizonyságot tegyek az igazságról. Mindaz, aki az igazságból való, hallgat az én szómra, és nem botránkozik meg, is boldogan hallgatja az én szómat. Mondanék ki Pilátus, micsoda az igazság? És amint ezt mondá, újra kiméne a zsidókhoz, és mondanék ki, én nem találok benne semmi bűnt, mekkora emberek. A képmutató vallásos emberek feljelentették, és akiket ők lenéztek, ugye, az istentelen Pilátus, ő bizonságot tett, ő, mint pogány, bizonságot tett, hogy nem talál benne semmi bűnt, semmi bűnt. Ti miért akarjátok őt megölni? És a mai kereszténység miért akarja megölni? Miért akarja elhallgattatni az ő barátait? Azért, mert lélek által szólnak, hogy minél több ember megszabaduljon. Szokás pedig az nálatok, hogy elbocsássak néktek egyet a húsvét ünnepen. Akarjátok-e azért, hogy elbocsássam néktek a zsidók királyát? Kiáltának azért, viszont minnyájan, mondván, nem ezt, hanem Barabást. Ez a Barabás pedig tolvaj vala, sőt, más helyezések szerint gyilkos volt. És ezt tettük az ember, ezt tette a test, hogy megszavazta a Barabást, megszavazta a testi embert, megszavazta a tolvajt, megszavazta a gyilkost, hogy őt bocsássák szabadon. És azóta Barabás, ugye a tolvaj, a gyilkos jár a világban, és ő uralkodik az emberek fölött, mert akkor a zsidók, és a zsidók után a keresztények szintén a testet választották, a Barabást választották, a tolvajt választották, a gyilkos választották, hogy ő uralkodjon fölöttük. Drága emberek, ez történt. Ez történt. És az igazságot megfeszítették, eltiporták, és azt kiáltották, hogy feszíts meg keresztre vele, ugye, más fejezések szerint, ugye, más evangélium szerint, azt is kiáltották, hogy feszíts meg, nincs nekünk királyunk, megtagadták őt. Isten elküldte az igazi királyt, hogy ők legyenek szabadok újból, és ne tartozzanak semmilyen emberi hatalom alá, semmilyen hierarchia alá, de nekik nem kellett. Azt mondták, hogy nincsen nekünk királyunk, nekünk császárunk van. Azt kiáltotta akkor a zsidó, ezt kiáltotta ma is a keresztény, amikor hitte, amit mondott neki a fenevad képernyője a Covidról, mindenki azt kiáltotta, nekünk császárunk van, és nem a királyok királya a mi úrunk, nem az élő Isten lelke a mi úrunk, hanem a császár, az e világ fejedelme, aki szabadon engedi a tolvajt, és a gyilkost megkegyelmez annak, annélkül, hogy annak meg kéne bánni a bűneit. Drága emberek, ez az evangélium. Ezért ilyen kemény az evangélium Jézus szavai, ezért utálatos Jézus szava, az ő története, gyűlöletes és utálatos a testnek. Miért? Azért, mert ez nem egy összeesküvés elmélet. Ez nem arról szól, hogy az operenciás tengeren túl ott egy bankárok, na miattuk van a probléma Magyarországon. Az evangélium nem erről szól. Az evangélium arról szól, hogy minden egyes embert szembesítsen a benne élő gyilkossal, mert aki nem szabadul meg a benne élő gyilkostól, az a halál fia, az a kárhozott fia marad, drága emberek.
Közben felhívom a figyelmet, hogy a János evangéliumnak a többi része is most már az első résztől a 18. részéig megtalálható a YouTube-on. Van egy ilyen lejátszólista, meg lehet hallgatni, akinek a segít, nyugodtan hallgassa. Mindazonáltal mindenki vágyakozzon arra, hogy az élő Isten szóljon hozzá, legyenek saját megértései, hogy tudjon újjászületni lélek által, hogy az ő lelke győzze le a testet, a testnek a kívánságát, hogy legyen szabad gyermek, szabad lélek, aki majd szabadon tud távozni. És mostantól még van, azt mondja, hogy 19-20-21 még van három fejezet, és azzal befejeztük a János evangéliumát. Aki megértette, aki érti is, aki ezt értékesnek találja, meg kérem szépen, mutassa meg embertársainak azt a listát, lejátszó listát, ami van a YouTube-on, hát ha még valaki azáltal megérintődik, és kívánni fogja azt, hogy megismerje az élő Istent, az ő szabadítását, amelyet ajándékba adott nekünk Jézus szavai által. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.